Az Úr évének századik esztendejét írjuk. A Római Birodalom hatalma csúcsára ért. Uralma alá hajtotta a földközi tenger egész térségét. A birodalom nyugati peremén az elmúlt 60 év során a légiók megszállták Britanniát is. Pax Romana, a római béke honolt mindenütt. Az Eufrátesz partjától Britannia legtávolabbi szegletéig, az egyiptomi piramisoktól az észak-afrikai homoksivatagokig fényes városok, vízvezetékek, utak és hidak hirdették. A római békéből mégis már csak 60 év volt hátra. A birodalom, amelyről azt hitték, hogy még több ezer évig tündököl, már csak egy ingatag lábakon álló bálvány, a legyőzhetetlennek tartott légiókat hamarosan felmorzsolják a barbár hordák. Mivel magyarázható a bukás? Milyen is volt a római hadsereg? Hogyan érthetjük meg kudarcának okait? Skócia és Anglia határán egy fából épült erőd maradványaira bukkantak. Az ásatások 1950-ben kezdődtek. Feltételezték, hogy a katonák több generációja állomásozott ott Krisztus után 85 és 350 között. A maradványokat vastag tőzegrétek fette. Egy ilyen tömött oxigénmentes környezetben a szerves anyagot viszonylag kevéssé viseli meg az idő múlása. Az elmúlt 40 év során a Vindolanda erőd ásatásán dr. Robert Burley, a római hadsereg kutatására szakosodott régész, a földrétegek egymás utáni lefejtésével utazott visszafelé az időben. Több is lehet belőle. Igen, gondolom. Ez egy nagy méretű főzőedény aljából való, vagy inkább tárolóedény volt, mert nem látszanak rajta a tűznyomai. Remélem, még jó néhány darabját megtaláljuk. Britanniában más helyeken is találtunk pecsétes kerámiát. Ez egy mázas cserépedény darabja. Az ilyen jellegű edényeket a mai Franciaországban készítették, egy Laveyron nevű helyen. Onnan szállították a hadsereg számára ide Vindolandába is. Vajon azért fülték ide a határra a katonákat, hogy békés helyőrségi életet éljenek? Hogyan deríthetnék ki? Mit mesélnek ezek a tárgyak? A míves, finom edények bizonyára a tisztek asztalát díszítették. Feltételezzük, hogy a közkatonáknak is volt pihenő ideje, az őrszolgálatok és a gyakorlatok között. Talán akkor játszottak ezzel a játékkal. Trajanus uralkodása alatt az első évszázad végén a rómaiak egy hatalmas birodalmi saktáblán mozgatták bábuikat. Az elmúlt 500 évben kifejlesztették a félelmetes hatékonysággal működő hadseregüket.
Eleinte a köztársaság korában a katonákat a római polgárok közül sorozták, később a birodalmi időkben a katonák már egy hivatásos és állandó hadsereg tagjai voltak. A toborzás szélesebb területekről folyt, és a kiképzés tökéletes volt. Ezek a légionáriusok legyőztek minden ellenséget, Hannibal csapatait, a görög hoplitákat, a perzsa harcosokat. Megállíthatatlanok voltak. Bármerre indultak is, a hírük megelőzte őket. A római légióktól mindenki rettegett a mediterrán medencében. A légiók voltak a hódítás alapeszközei. Alapítása óta Krisztus előtt 476-tól Róma városa szüntelenül növelte hatalmát. Eleinte királyok kormányozták, majd hamarosan köztársasággá alakult. Az időszámításunk előtti 3. század közepére Róma már meghódította az itáliai félszigetet. Az újabb vállalkozás távolabbra vitte, hamarosan leigázta az ibériai félszigetet, még mielőtt Julius Cézár egy nehéz és véres háborúban legyőzte a gall törzseket és elfoglalta Galliát. Északon a légiók Germánia felé nyomultak. Meghódították Noricumot, Dalmáciát, elfoglalták Görögországot és elérték a Közel-Kelet határát Palesztinában és Szíriában. Ugyanabban az időben, miután legyőzték Kartágót, Róma megszerezte Észak-Afrikát is. 500 évvel városuk alapítása után a rómaiak uralták a földközi tenger teljes medencéjét. Római légiók szálltak partra Britanniában is 44-ben. Trajanus császár 105-ben csatolta a birodalomhoz legfrissebb hódításait, Arábiát, Mezopotámiát és Kappadókiát, egy évvel később pedig Dáciát. De mit tudunk a hadjáratozó légionáriusok életéről? Időszámításunk szerinti 100-ban Trajanus egy 40 méter magas oszlopot emeltetett Rómában, amely később a síremléke lett. Az oszlopot körbefutó 120 méteres domborműszalag a császár Dáciába, a mai Romániába vezetett hadjáratait ábrázolja. A légionáriusok teljes élete árul elénk erről a részletes képregényről, melyet a régész Salomon Reinach a legaprólékosabban lemásolt. A domborműről megtudhatjuk, hogy is néztek ki a légionáriusok, milyen volt a sisakjuk, a páncéljuk, a felszerelésük. Elmeséli a csatákat és a városok ostromát, de mindenek előtt azt, hogyan is masírozott a hadsereg, hogyan táborozott le, hogyan építkezett. Csak éppen beszélni nem tudnak ezek a kőbe fagyott emberek. Szervusztok! Mit hoztál nekünk? Valamit, amin meg fogtok lepődni. Vindolandában a régészek a tőzekből ásták ki a római hadsereg erejének bizonyítékait. Ezt az ökörfejet egy póznára tűzték, és céltáblának használták. Jól láthatóak a lyukak az állat koponyáján. Persze már halott volt az állat, erre utalnak a szabályos lyukak is. Ez nem számított kegyetlen dolognak. Egyszerűen nem dobták ki a leölt vagy elpusztult állat fejét, inkább nagy becsben tartották. Ezek a lyukak itt valószínűleg hajítódárdáktól erednek. A fejen gyakorolták a döféseket. Itt van ez a dárdahegy. Ha beleillesztjük az egyik lyukba, tökéletesen illik bele. Az erőt fegyverraktárában tárolták a lovasság dárdáit, a gyalogság hajító dárdájának a pilumnak a hegyét a katonák maguk kovácsolták, hasonlóképpen ők készítették a hajítógép lövedékeit és a palitjába való köveket is. A hadsereg felszerelésének teljes átalakítása a Krisztus előtti első században történt, és Marius hadvezér nevéhez fűződik. Nagyon jól szervezett, és eszközök tekintetében is nagyon jól ellátott hadsereg volt. Törődtek a katonákkal. Odafigyeltek minden apró részletre velük kapcsolatban. Az emberek tudták, hogy egy jól szervezett, jól kiképzett, jól felszerelt csoport tagjai. Emiatt voltak megbízható katonák. Emiatt végezték jól a munkájukat. Thank you.
a légió igazi ereje a bajtársi szellemből fakadt. A csapat összetartozását a birodalom jelképe, a sas erősítette. De ez az erő abból a vasfegyelemből is származott, amely már a toborzásnál kiderült. A légionáriusok 25 évnyi szolgálatot vállaltak. Nem házasodhattak meg, és le kellett mondani órakozásról is. Napjaik nehéz meneteléssel teltek, cipelték a 40 kilós felszerelést. Ha egy helyőrségen állomásoztak, naponta gyakorlatoztak. Egész életüket készenlétben töltötték. Lankadatlanul gyakorlatoztak, fejlesztették az automatikus mozdulatokat, amelyek által a római légiók az ókor legfegyelmezettebb hadseregének egységeivé váltak. Ha nem gyakorlatoztak, akkor a páncéljukat és a sisakjukat fényesítették. Készültek a centúriói szemlére. Akinek nem volt elég fényes a páncélja, büntetést kapott. Jobb esetben kimerítő járőrözésre küldték, rosszabb esetben megveszőzték vagy megkorbácsolták. Ha valaki megszökött és elfogták, halállal lakolt. A légionáriusok a világ négy sarkában kardjukkal és vérükkel védték a római jogot, és kiterjesztették a meghódított új területekre is. A hatalmas birodalom határait azonban egyre inkább fenyegették a bebetörő barbár hordák, ezért aztán számtalan erőd épült ki a határvonalon. Trajanus alatt a légionáriusok ideiglenes táborokban éltek. Britanniában, a mai Nagy-Britanniában félelmetes ellenséggel néztek farkas szemet, a piktekkel. Vindolandánál a Bourbon-Mill dombság, Skócia és Anglia természetes határa nyúlik ki az északi mocsarakból. A római hódítás itt torpant meg. Az időszámításunk szerinti második évszázad elején, Trajanus és Hadrianus uralkodása alatt a római birodalomnak ez a szeglete komoly veszélyben forgott. Hogyan vallhattak mégis kudarcot a légiók? A vindolandai ásatások talán megadják a választ erre a kérdésre, és eloszlatják a homályt a rejtéről. 1973 tavaszán a régészek fatáblákra bukkantak, amelyekről úgy vélték, hogy levelezésre szolgáltak. A rajtuk lévő írás eleinte olvashatatlan volt, nem derült ki, hogy egyáltalán latinul a hadsereg hivatalos nyelvén íródott-e. Ha sikerül a helyreállításuk, beleolvashatunk egy majd 2000 éves levelezésbe. Hónapokig tartó helyreállító munka következett, amelyben a világ minden létező információját felhasználták. A szén alapú tintával készült írás mélyen beivódott a farostjaiba. Először csak néhány szó jelent meg, aztán egész mondatok. A vindolandai régészek láthatóvá tették az írott bizonyítékot. Az első elemzésekből már kiderült, hogy ezek a szövegek az erődbeli katonák mindennapi életében nyújtanak betekintést. Szenzációs felfedezés volt. Lehet, hogy valami tréfa. Egyszerűen nem hittem el. De aztán, ahogy egyre több táblát találtunk a következő napokban, megértettem, hogy nem tréfa, hiszen a legkülönfélébb információkat tartalmazták a múltról. A szövegekből megtudtuk, hogyan éltek a katonák. Ez normális esetben lehetetlen a régészetben. 1973-tól napjainkig több mint 1000 írótábla került elő. Mindegyiket ugyanazon a helyen találták meg, a bástya tövében húzódó árok mélyén. Az első talány az volt, hogy miként is kerülhettek oda. A táblák tölgyfából készültek, a méretük akkora, mint egy postai levelezőlap. A hátsó oldalukon a latin szöveg helyezkedik el, az első oldalon pedig a címzett neve és címe. De a szövegek hiányosak voltak, és a táblákat tűz perzselte meg. Ez újabb talányt vetett fel. Lehet, hogy az erődöt megtámadták, talán az okmányokat elégették. Hónapokig tartott, amíg megfejtették a szövegeket. Az epigráfusok remélték, hogy találnak bennük a napi életről is beszámolót, de már rögtön az elején észrevették, hogy a levelek többségét egy bizonyos személy írta. A név, amely nagyon gyakran megjelent, Flavius Cerialis volt. Vajon milyen információkkal szolgál a levélíró a római hadseregről? Vajon a légionáriusok keltezték a leveleiket? Hónapokig tartott, amíg lefordították az összes szöveget.
Az írásos bizonyítékok lehetővé tették a régészeknek, hogy jobban eligazodjanak a kiásott falmaradványok kuszaságában. Ezen az oldalon egy egészen szokatlan épület állt. Most nem látszik jó, de nagyon sok kis szoba volt benne, talán 2x3 méteresek lehettek, amelyek nem jellemzőek egy római erődre. Szinte biztosak vagyunk benne, hogy ez lehetett a helyőrség kórháza. Nagyon sok ilyen kis helység maradványait tártunk fel az erőd középső részén, ahol most állunk. Tudjuk, hogy az erőd mintegy 1000 ember számára épült. Ennek alapján biztos, hogy kórházra is szükségük volt. Azért is vagyunk biztosak benne, mert az írótáblákon találtunk olyan parancsot, amely 20 embert rendel a kórház építésére. Találtunk a táblákon orvosi feljegyzéseket, recepteket és hasonlókat. Az első következtetés, amit az epigráfusok levontak, hogy a szövegek teljesen egyértelműen az időszámításunk szerint 85 és 105 között íródtak. Voltak itt parancsok, különböző jelentések, feljegyzések, a helyi kereskedők panaszai amiatt, hogy a katonák zaklatják őket. Néhány írás különösen felkeltette a kutatók érdeklődését. Az erődben történt rendkívüli eseményről számoltak be, tömeges dezertálásról. Mivel magyarázható ez a jelenség egy szigorú fegyelmű hadseregben? A régészek további táblák után kutattak, hogy kiderítsék, mi történt a Vindolanda erődben az időszámításunk szerinti első évszázadban. Hála a leveleknek részlegesen rekonstruálni tudták az erődben élő egykori katona Flavius Cerialis életét. Flavius Cerialis tribunus volt, és a vindolandai tábor rangidős parancsnoka. Leveleket írta a provincia helytartójának, saját altisztjeinek, és számtalan válaszlevelet kapott. Cerialis tribunus 480 embernek parancsolt, akik a 9. kohorz batávia katonái voltak, egy segédcsapaté, amely a mai Hollandia területéről származott. A helyőrséget gyalogság és lovasság alkotta, tagjait a Rajna torkolatánál toborozták. Egy segédcsapat katonája 25 évnyi szolgálat után válhatott római polgárrá. Flavius Cerialis maga is Batavus volt, ám családja még Vespasianus uralkodása alatt 70-ben megkapta a római polgárságot. A 9. kohorsz építette fel a faerődöt a vindolandai fensíkon. Az erőd észak felé nézett. Az lett volna a feladata, hogy visszaveri a félelmetes gyalogos és lovas pikt harcosokat, akiktől Cerialis rettegett. Amikor elérték az északi határt, a 9. kohorsz katonái vették át a stafétabotot az előző helyőrségtől. Jó légionáriusként lebontották a meglévő erődöt és felépítették a sajátjukat, amely masszívabb volt és jobban megfelelt az igényeiknek. Róma ereje abban állt, hogy emberei nem csupán katonák voltak, hanem földmunkások, favágók, építőmesterek és mérnökök is. A vindolandai katonák hangyaszorgalommal dolgoztak. Fák százait vágták ki, beásták és elsáncolták magukat abban a percben, amint megálltak. Olykor egész erdőket írtottak ki, ha a hadmozdulatok ezt kívánták. Az általuk felépített erőd bármilyen támadásnak ellenállt. Mindössze 2 órát vett igénybe egy 6000 főből álló légiónak, hogy kialakítsa a magas cölöpkerítéssel és 2 méteres árokkal körülvett tábort. Vindolandánál Flavius Cerialis egysége anélkül építette fel az erődöt, hogy sejtették volna, mennyi ideig állomásoznak majd ott. Másnap talán még mélyebben be kell hatolniuk az ellenséges területre. Trajanus uralkodása alatt az első század végére 28 légióban 150 ezer katona őrködött szerte a birodalomban. Mindannyian római polgárok voltak, de a határok védelme egyre több és több embert igényelt. A légionáriusokon kívül a segédcsapatok újoncait is a korábban meghódított területekről toborozták. Ha túlélték a 25 éves katonai szolgálatot, római polgárokká váltak, szertehettek egy darabka földre. Ebben reménykedtek a 9. kohorsz katonái is.
Számukra a Vindolanda fennsík a világ vége volt. Hetekig tartott, amíg Galliából ideértek. Többen megbetegedtek, kötőhártya gyulladás gyengítette le őket. Sokan csapdába estek, Flavius Cerialis számolt az emberveszteséggel. A piktek ereje a fürgeségükben rejlett. A könnyű lovassággal támadtak, aztán eltűntek a mocsárban ugyanolyan gyorsan, ahogyan megjelentek. A római katonák eleinte fosztogatásból éltek. Mindent, ami a megélhetésükhöz kellett, az ellenséges falvakból zsákmányoltak. Így időt nyertek táboruk felépítéséhez, ami nem volt könnyű a mocsaras területen. A fosztogatás során folyton száraz szalmát kerestek, amely a szálláshely elkészítéséhez nélkülözhetetlen volt, és amit egy idő után ki kellett dobniuk. A nehéz élet sarkalt egyeseket a szökésre, vagy más okok is közrejátszottak. A régészek remélték, hogy a feltárások során megkapják a választ. Mit találtál? Megint egy sátordarabot. Nagyon jó állapotban van. És még mindig bőrszagú. Elképesztő. Nagyon rugalmas az anyaga. Itt is van valami. Igen. Megpróbálom kiemelni a földből. Take them right out the middle. Szerintem ez is egy sátor darab. Can you just take that big piece out of the center? A sátrakat a római hadsereg a hadjáratok idején használta. Ezért indultak nyáron a hadjáratok. A legkisebb egység 8 emberből állt, ők egy sátorban laktak, és volt egy összvérjük, amelyik vitte utánuk a sátrat. A főzőfelszerelést, a páncélt és a fegyvereket az emberek cipelték. Jó ég, hát ez meg micsoda? A Skótföld nem csak a légionáriusok sátrait őrizte meg, de még az ételük maradékát is. Igen, ez feldarabolt hús volt, de azt nem tudom, hogy melyik része lehetett az állatnak. Ugye ez nem lehet koponya? Medencecsont. Egy tehéné. Talán éppen Flavius Cerialis fogyasztotta el a csontról a húst. Az írótáblákon a hadjáratozó katonák nehéz életét is megörökítette. A friss szalma már a tél első heteiben megpenészedett. A táborra hulló könyörtelen eső átáztatott mindent. Az utakon térdig ért a sár. Az őrszolgálat és a gyakorlatok között az emberek a tűz köré gyűltek és kedvenc italukat kortyolgatták. A mézes fűszeres bort. Kockáztak vagy dámajátékot játszottak. Azokat, akik megsebesültek a harcokban, egy görög orvos, a legtöbb légiós orvos görög volt, látta el. A Flavius Cerialis vezette helyőrség akkora volt, mint egy kisebb város. Mindegyik katonája űzött valamilyen mesterséget. Ez nagy kincs volt, mert azok, akik a legjobbak voltak a szakmájukban, felmentést kaptak a gyakorlatozás alól. A tribunus az erőd kórházát egy csapat kőművessel építette fel. A favágók gondoskodtak a tűzifáról, a kardkovácsok a fegyvereket készítették és tartották karban. Az emberek várták a jobb időt, hogy beszedhessék az adót a környező településekről, és hogy kereskedhessenek a falusiakkal. A helyőrség tagjai eladták saját készítésű termékeik egy részét. Sasbélyeges téglák és tetőcserepek, különféle vaseszközök és ékszerek cseréltek gazdát. Néhány táborban fazekas műhely is működött.
A Kohorsznak még saját cipésze is volt. Nagy tisztelet övezte, mivel ő készítette és javította a bőrsarukat, amelyek elengedhetetlenek voltak a katonák számára. Ez a strapabíró lábbeli könnyen felismerhető talpáról, amelyet több sorban szögek erősítettek meg. Ez egy katonai lábbeli. Könnyen felismerhető a szögekről a talpában. Könnyű volt a járás benne, jó erős lábbeli. Emeld fel a felső részét. Ez egy téli lábbeli. Igen, zárt a felső része, és nagyobbak a szögek az alján. Azt hiszem, ez egy... Látod? Ott vannak a szögek a talpában. Ez tulajdonképpen egy bocskorféle. Megmaradt egy darabban. Még a fűzőlyukak is megvannak. Jó nagy lyukak. Ezek a kisebbek itt pedig csak díszek. Talán zoknit viseltek alatta. Ez nagyon izgalmas. Talán ez a legjobb állapotban lévő lábbeli, amit eddig találtunk. Gyönyörű lelet. Alig rongálódott meg. Később a régészek a tábor területén belül egy női lábbelire is rábukkantak. Micsoda rendkívüli lelet! Mit keres a katonai felszerelések között? Nagyon szép. Talpa felfelé volt. Most is a talpa van felül. Majd mossátok le egy kicsit jobban. Szép munka volt, hölgyeim. Egy női lábbeli a katonai erődben. A nőin kívül a csapat gyermeklábbelit is talált az erőd területén. A további ásatások során egy kétélű fakarv is előkerült. Először azt hitték, hogy gyakorló fegyver, de túl kicsi volt ahhoz, hogy egy felnőtt férfi használhassa. Kétségtelenül egy játékkard. A leletek egyértelműen bizonyítják, hogy nők és gyerekek is éltek a Vindolanda erődön belül, annak ellenére, hogy a katonáknak tilos volt megházasodniuk. Hihetetlennek tűnt mindaddig, amíg a régészek meg nem bizonyosodtak egy másik tényről. A légiók britanniai tartózkodását hosszú távra tervezték. Az elmúlt 20 évben folytatott ásatások eredményeként a régészek feltérképezték a teljes erődöt, valamint a környező területet is. Ahogy az ásatások haladtak, épületek romjainak kusza sora került elő a földből. A fa és kő maradványok különböző korszakokra utaltak. Végül kialakult a teljes kép. A Vindolanda fennsíkon nem pusztán egy magányos erőd állt, ahogy azt sok éven át feltételezték, hanem több különféle épület. A korai erőd fából épült, miután csak átmeneti építménynek szánták. A római hadsereg rendkívül mozgékony volt, és mindegyik kohorsz képes volt megépíteni a saját táborhelyét, ám itt a második század elején egy kőerőd épült. A légiókat kifejezetten erre a határra küldték, még egy falu is települt a helyőrség kapuja elé. A kőerőd vonzotta a helyi lakosságot, gazdasági hasznot reméltek a közelségéből. Megszületett egy falu. A 9. kohorsz fiatal katonái megismerkedtek a helyi fiatal nőkkel, párok alakultak ki a légionáriusokat sújtó szigorú tilalmak ellenére. A faluban laktak a kereskedők, a katonák családjai, a falu volt a kikapcsolódás helye is. Felépült benne a római életmód legkifejezőbb szimbóluma, a fürdő. A falu szélén felépített fürdőkét egymás mellett elhelyezkedő nagy boltíves helyiségből állt és egy félhold alakú medencéből. Ha belépünk a titokzatos fürdőbe, a főkapun át az öltözőbe jutunk.
Elég nagy helység. Itt vetkőztek le, itt rakták le a ruháikat, mielőtt a fürdőbe mentek. Ebben a helységben akár 50-60 ember is tartózkodhatott egy időben. Tulajdonképpen ez volt a fürdő. De ne gondoljanak fűtött medencére vagy hasonlóra. Ebben a fürdőben 6-7 ember üldögélhetett kényelmes beszélgetésbe merülve. Az efféle fürdőkben a katonák olyan messze távolodtak a katonai életmódtól, amilyen messze csak lehetett. Üldögéltek a csodás meleg vízben, talán a legjobb barátaik társaságában, és adomáztak a centúriójukról, a parancsnokukról, és arról a hitványmunkáról, amit végezniük kellett. Nem kellett sok idő, hogy csutba dobják a szabályokat. Mielőtt az ásatások megkezdődtek, a katonai építészetben járatos régészeket azt foglalkoztatta, hogy vajon a vindolandai kőerőt hasonlít-e a birodalom határain felépült társaihoz. Vajon volt egy nagy, négyszögletes, körbeépített középső udvara, amelyet két egymás derékszögben metsző széles út szelt át? Vajon ezeket szegélyezték legénységi barakkok? A régészek úgy vélték, hogy itt is a katonai hagyományok domináltak, és a geometriai középpontban meg fogják találni a pretóriumot, a parancsnokok szállását, a parancsnoki épületet, benne a császárkultusznak szentelt szentélyt, ahol a csapat jelvényeket és a helyőrség pénzét is őrizték. Az ásatások megerősítették ezt a feltevést. A vindolanda kőerőd teljesen olyan volt, mint a germán határon felépült többi erőd. Ez volt a parancsnoki épület, az erődön belül legfontosabb épület. Ha lemegyünk ide, látni fogjuk jobb kéz felől az épület egyik raktárát. Nagyon sok ilyen tárolóhelyiség volt, ahol a katonai felszereléseket tartották, például a fegyvereket. A fegyvereik, a lovassági lándzsák, a hajítódárdák, a kardok és a tőrök voltak. De ilyen helységekben tárolták a ruházatot is. A római hadsereg rengeteg egyenruhát használt. És most jön az erőd legfontosabb épülete. Ez volt a parancsnoki épület. Ennek a középső helyiségében rendezték be a szentélyt. Ebben a helyiségben állt először is a császárszobra. Valószínűleg itt, pontosan középen. Ezen a kövön bevésések nyomai láthatóak. Feltételezhetően itt állt a szobor. A másik oldalon tárolták a csapatjelvényeket. Ezek voltak a legszentebbek a csapat számára. Mögöttük egy biztonságos, zárható veremfélében őrizték az egység pénzét. Tehát ez volt az erőd szíve, a legeslegfontosabb része. Valamilyen oknál fogva mindig gondot okozott nekik, hogy merre nézzen egy épület. Ennek az épületnek észak felé volt a homlokzata. A kőerőd megépítésével a csapatok gyökeret eresztettek ezen a távoli vidéken, ahol a birodalmat ezidáig sikerült megvédeniük a barbár támadásoktól. Dr. Burley feltételezte, hogy a katonák kevésbé voltak harciasak, hiszen tartós kapcsolataik alakultak ki a helyiekkel. Az írótáblák megerősítették ezt a feltevést. Flavius Cerialis sem érkezett társ nélkül ide. A feleségét és a fiát is magával hozta. Sok tiszt követte a példáját, ahogy a 291 és 92-es szám alatt lajstromba vett táblák szövege tanúsítja. Ezeket a magánleveleket Cerialis felesége, Lepidina és a provincia egyik elöljárójának felesége, Claudia Severa írta. Üdvözlet neked, drága Lepidina, Claudia Severától. Drága nővérem! Bár el tudná jönni ez év szeptember idusának 3. napján a házunkba, születésnapomat megünnepelni. Jelenléted még becsesebbé tenné számomra azt a napot. Üdvözlöm az én drága Cerialisomat is. Az én Eliászom és a kisfiam is üdvözletét küldi nektek.
Számítok rád, nővérem. Addig is a viszontlátásra. Lepidina válasza. Drága Claudia, ígéretemhez híven Ceriális engedélyét kértem ahhoz, hogy meglátogathassalak. Azt válaszolta, hogy már tud a tervezett utazásról, és hogy ő is velem jön. Addig még írok neked egy levelet, melyben tudatom, hogy hogyan és mikor érkezünk. Öleld meg Éliászt a nevemben. A te távolban élő nővéred, akinek nagyon hiányzol. A vindolandai írótábláknál semmi sem bizonyíthatja jobban a morál megváltozását a római hadseregben. A segédcsapatok toborzása már eleve nevetségessé tette a légiók egyik alapvető szabályát. Egyre többen alapítottak családot ott, ahol állomásoztak. Nem csoda, hogy annyian megszöktek. Könnyű elképzelni, hogy nem akartak tovább menni. Talán házasságot is kötöttek a helyi lányokkal. A gondolat, hogy Dáciába vezénylik őket, elviselhetetlen volt. Csak egyetlen kiút maradt, miután 25 évnyi szolgálatot írtak alá, a szökés. Bevették magukat a hegyek közé néhány hétre, és reménykedtek, hogy a csapat hamarosan elvonul, és utána békében élhetnek. A kutatások segítségével még tovább követhették Ceriális és emberei sorsát. A régészek rekonstruálták azt a bizonyos eseményt, amelynek következtében az írótáblák épségben maradhattak. Az írótáblákat egy helyen találták meg, egymás hegyén hátán. A legjobb állapotban a halom közepén elhelyezkedő táblák maradtak meg. A felszínhez közelebbieket tűz perzselte meg, és jó néhány hamuvá égett. Ennek alapján már valószínűsíthető volt, hogy mi is történt a Vindolanda erődben, csak nem 2000 évvel ezelőtt. Sok év helyőrségi szolgálat után a 9. kohorsz batávia katonáit a Duna mellé vezényelték. Mielőtt útra keltek, Flavius Ceriális sietősen elégette az okmányokat. Aznap azonban éppen esett, és a heves eső eloltotta a tüzet. Tudta vajon Ceriális, amikor a tábori feljegyzéseket a mágiára vetette, milyen bizonytalan sors vár rá? Tudta, hogy milyen szerencsések azok, akik megszöktek? A Krisztus utáni 105. év márciusában Trajanus császár 1000 kilométerekre Vindolandától átlépte a Dunát. Mielőtt újabb nagy hódításokra indult keletre és Mezopotámiába, elfoglalta Dáciát, a jelenlegi Romániát. 8 légiót küldött a Duna mellé, hogy megvédje azt a távoli provinciát, amelyet barbár lakta területek öleltek körül. Mit keresett Trajanus a Duna partján, kilométerek ezreire Róma városától? Ez egy bányászati kiállítás a római korból. A kiállításhoz 157 lépcsőfok vezet le. 100 méter mélyen van.
A rómaiak szerették, ha szép környezetben dolgozhatnak. Művészi érzékkel vágták ki még a mélyen a föld alá vezető bányajáratokat is. Nem robbantottak, ez itt mind kézzel végzett munka eredménye. Még most is arany van ennek a földnek a gyomrában. A hadjárat, amely a 9. kohorszt Dáciába szólította, nehéz volt és kegyetlen. Ezt a hadjáratot örökíti meg a Trajanus oszlop, nem titkolva el egyetlen részletet sem. A légiók a szarmatalovasokkal csaptak össze, mintha egy hatalmas fémhullám száguldott volna a római gyalogosok felé. A szarmaták teljes páncélt viseltek, lovaik valóságos erőgépek voltak. Rohamaik mégis megtörtek a zárt rendben harcoló légiókon. A római hadsereg csak nyomult előre és felmorzsolt mindent maga előtt. Számtalan véres csatát vívtak, egyik fél sem ejtett hadifoglyokat. Az összetűzések miatt, mint minden háborúban, a civilek szenvedtek a legtöbbet. A nőket, öregeket, gyerekeket, ha nem mészárolták le, elűzték otthonukból. Vévictis, azaz, jaj a legyőzötteknek! Dáciában veszítjük el Flavius Cerialis és a 9. kohorsz Batavia nyomait. Trajanus végelgyengülésben halt meg 117-ben, miután visszatért utolsó hadjáratáról az Eufrátesz partjáról. Amikor Hadrianus a trónra lépett, már tudta, hogy a birodalmi terjeszkedés a múlté, a meglévő birodalom védelmére rendezkedett be. A határokon kiépítetett egy védelmi vonalat több ezer őrtoronnyal, fallal és sáncárokkal. Ennek a védvonalnak, a limesznek az volt a feladata, hogy visszaverjen minden külső barbár támadást. Germániában, keleten és Afrikában több ezer kilométer hosszú határszakaszt kellett a mindössze 130 ezer katonának őriznie. A római hadsereg utolsó energiáit is felemésztette ennek a védelmi vonalnak a kiépítése. A légionáriusok Britanniában is emögé az illuzórikus fal mögé húzódtak. A 6 méter magas, 2-3 méter széles fal 130 kilométer hosszan kanyargott a szigeten. Mély árok húzódott a fal mellett, az út pedig mellette futott erődtől erődig. Findolanda a közepén helyezkedett el a britanniai védelmi rendszernek. Hadrianus személyesen ellenőrizte az építkezést. 122-ben kezdték a munkálatokat, és 5 évvel később fejezték be. Számtalan egység vette ki részét ebből a gigantikus építkezésből. Másfél kilométerenként volt egy kisebb erődítmény, amelyet egy kis csapat gyalogos katona és néhány lovas őrzött. Ám a birodalom védelme egyre nagyobb összegeket emésztett fel. A római légiók pedig a legújabb kutatások szerint egyre gyengébbnek bizonyultak. A Hadrianus faltól 100 kilométerre északra, ahol az egykori pikt falvak álltak, a régészek pénzérméket találtak a földben. Több ezer darab római érmét. Mit keresett a római pénz a falon kívül, az ellenséges terület szívében? A skót régészek megfejtették a titkot. Mi is megtudjuk a Skót Nemzeti Múzeum kurátorától. Ez a gyűjtemény csaknem 2000 darab római érmét tartalmaz. Az érméket ebben az edényben találták meg. A pénzes korsó a római határon kívül az őslakosok területéről került elő, és úgy véljük, hogy ajándék vagy vesztegetési pénz volt a nagyhatalmú helyi törzs vezetőjének. A rómaiak akkoriban kettős politikát folytattak, mind a hadászatban, mind a diplomáciában. Ha a hadsereg nem volt elég erős, a megvesztegetés segített.
Krisztus után 160-at írunk. A Vindolanda erőd centúriója elhatározza, hogy behatol az ellenséges területre. De most békés céllal indul egyfajta kereskedelmi útra. Mostanra a helyőrség létszáma már csak egy maroknyi. Azokat a katonákat, akik nem szöktek meg, a germán határra küldték, ahol újra kezdődött a háború. A Pax Romana már csak egy szánalmas frázis. A római birodalom túljutott a virágkorán. Mintegy 30 légió próbálja elkeseredetten megőrizni a birodalom határait. De Róma nem volt a hazája a Galliából, Ibériából vagy az Északról toborzott katonáknak. Nem voltak elkötelezettek, mint egykor a köztársaság besorozott katonái. Honvágy gyötörte őket. 25 év szolgálat nagyon hosszú idő. A skóciai piktek számára a fényes páncélú légionárius igazi rejtély maradt. A római csapatok határon állomásozásának volt még egy hatása. A helyiek és a katonák egyre többet találkoztak. Megindult egyfajta keveredés. A piktek még a vaskorban éltek, és sokat tanultak a keletről jött hódítóktól. De a katonáknak is volt mit tanulniuk. Egy új világ volt kialakulóban. Hitte volna akkoriban, hogy a béke megőrzéséért és határai megtartásáért Rómának fizetnie kellett. Talán csalódottak voltak a rómaiak, talán bezárva érezték magukat a falak mögött. Hamarosan csatatérré vált a birodalom. Ám pillanatnyilag Vindolandánál a maroknyi helyőrség is tartani tudta az erődöt. Csak egy centúria pásztázta a skót mocsarakat, mióta a 9. kohorszt és Flavius Cerialist elvezényelték. Nem sokára azonban a piktek szétlopkodják az erőd köveit, hogy házat építsenek belőle. A Limesen, ezen a szánalmas falon túl az északi népek Róma gazdagságáról álmodtak. A Közel-Keleten a provinciák széthullottak. A városok lakói elbástyázták magukat, az egész birodalom ostrom alatt állt. A császárokat kimerítette, hogy egyik csatatérről a másikra rohannak. Megesett, hogy elárulta őket a hadsereg, és nem engedelmeskedett a parancsaiknak. A hatalmas területvédelme felemésztette a római civilizációt. Egyre többen akartak részt a hatalomból, egyre több volt a lázadás. Nem sokára a légiók már nem tudták visszaverni a határon túlról érkező barbárok támadásait. A római csapatok visszavonultak a nagyobb erődökbe, a magasabb falak mögé. A helyiek követték őket, míg a fosztogató hordák eltakarodtak. Az erődökből alakultak ki az első várak, hirdetve ezzel az egykor rettenthetetlen római hadsereg alkonyát, és egy új korszak hajnalát, a középkorét.